Összesen 460 millió dinár támogatásban részesült 667 családi gazdaság 40 évből fiatalabb vezetője a startup pályázat jóvoltából, mondta Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter az Újvidéki Vásár konferencia termében összegyűlt földműveseknek. Közülük 10-nek személyesen adta át a támogatást. Mindazok, akik eleget tettek a feltételeknek, a mai nappal bezárólag megkapták a számlájukra a támogatási szerződésbe foglalt pénzösszeget. Legnagyobb számban gyümölcs- és zöldségtermesztők, meg állattenyésztők kaptak támogatást. Legtöbben az Észak-Bácskai térségből pályáztak. Sok magyar gazda is megkapta a beruházás értékének 70%-át. Takarmánykeverő kocsira pályáztam. És most a karácsony előtti napokban meg is kaptam a 70%-os támogatást. Olyan 50 ennyiány tehenet tartunk, még annak a bornyújjait, és talán így akkor hatékonyabban, gyorsabban meg el tudjuk rendezni a jószágokat. Két kukoricaültetőt vettünk, ezek törökök, Lukasz a neve, még egy Gaspardo buza vetőt vettünk. 48 soros, ebbe haladni is lehet, még ez már sokkal elektronikásabb. Jobban be lehet állítani, hogy mennyi magot dobjon. A mezőgazdasági miniszter elmondta azt is, hogy jövőre megmarad az idei támogatási rendszer, azzal, hogy a kezdőgazdákat több pénzzel segítik majd, viszont a pályázati feltételeket megszigorítják.